akármelyik csatornát nézd, de még az újságokat, minden az égvilágon, mindenütt csak itt vannak. Színház, az egész ugyanaz folyik, sajnos, mint a kormány, volt kormányzóság idején, de eleve minden az. Nem azt számít, hogy zsidó, kinek, zsidó. Milyen ember? Minden zsidó. De ide figyeljen, nem milyen ember. Egyformának kéne lenni. Forog a kettős mérce is nagyon. Ne látja, hát akkor ezt mondtam. A nekik minden szabad, nekünk semmi. De ez nem minden zsidó tőlem van. Most ne vámost vegye meg a izét. Na, mert ő is bajban van. A milli minden kézben, itt is mondod, de ne felejték már el. Fölvásároltja Magyarországot, Lengyelországon megszerint. És nézze meg minden, nézze meg melyik bank van magyar tőzsdén, vagy magyar tőzsdés kezében. Mit adott a magyar nemzetnek akármelyik? Senki. Melyik tudót? Orbán Viktor, Széchenyi? Nem. Ki az olyan, aki a magyar nemzetnek adja az éves vagyonát? Melyik? Senki. Nézze meg a győri püspök, aki fölajánlott 2 millió forintot az adóságra. Vagy igen. Na kinek a pénzéből? Az önéjét, az enyémet, mert ők az államtól kapja a pénzt. Ne haram, a sajátját. Nézze meg, itt van Hegedű Zsuzsa. Itt van a főnye pontosan 95-ből. A Orbán Viktor fő izéje. Mondja már, hogy főtanácsadója. Aki, hogy lakja, hogy minden gyerek jó. Mit is mondott 95 itt a könyve? Lovas István könyve, uram. Itt van, nézzetek. Itt van, Lovas István könyve. Mit is mondott? Azt mondja, hogy azt szeretném, ha a jobb oldal eltűnne 95-ben. És ez az Orbán kormánynak a főtanácsadója. Tessék, a Kádár kornak az volt a hibája, hogy a jobboldali szellemiséget nem írtottak itt van. Tessék, ez a Hegedű Zsuzsa. És most ott van, könyörgő, és nem az ő pénzította az 1 millió 100 ezer forintot, hogy a izéknek, szegényeknek, hanem amit ön által, ön ad meg az én adófizetésemből. Uram, ez olyan a Hegedű Zsuzsa, mint 45 előtt volt a Calvin téren a Robert bácsi. Ebből gazdagodott meg milliárdosan. Ezek a Kis Jánosnak volt az volt a feleségem volt. Ezért alapítja az életet. Így, ne haragudjon már. Egyik kutya, másik. Amit maga mond, de. Nagyon hát akkor oda kellene mondani, hogy tisztelt a kivételnek és viszontlátásra. De minden a kezükben van, uram. És mit is szavazott meg a parlament? Jó tessék figyelni. A gazdagok, tudja, vannak a háztartási dolgozók nálunk. Minden Rózsadomban, a Ulipótvárosban, Pozsonyi úton, az izé cselédek, nem lehet kimondani, hogy cseléd, és nem kell nekik az utazóra fizetni a cselédek után tápét, meg ezt meg, mert egyszer már adóztam. Oda kell figyelni a parlamenti közvetítésekre. És ez, tudja, kire mondta? Hát mikor Orbán Viktor felszólalt a parlamentben, a Schiffer Tamás, Schiffer Andrásnak válaszolt, tudja ki a Schiffer András? Dehogy, a Szakacs is Árpádnak az unokán. Na látja, mit válaszolt? Mikor mondta, hogy a Schiffer mondta, hogy cseléd, Orbán Viktor ránézett, abban a pillanatban abba hagyta a cseléd szó. Jó, figyeljen már, így rángatnak bennünket. Teszik tudni, azt mondta a nagyapám, 70 felé nem hűlni. Ebben igaza van, uram, én csak azt mondom, hogy minket magyarokat állandóan fasisztáznak, nyilasoznak. És? Pontosan ezért. No. Pontosan és? Ezért. Az egész világ a kezükben van. Kik fasisztáznak? Ki mondja nekünk? Az egész világ a kezükben van. Amerikától kezdve. Mit gondol az, ami Amerikában történt? Megteszhetek már kérdezni tőlük akárkit, hogy hol van a 61 tonna tartalék aranyunk, amit eladtak. Jó tessék figyelni, most 1830 forint. 1 gram uncia arany. Vagy egy dollár. 1 uncia arany. Most, és eladták 365 dollárért. Ti, a zsidók, és hol van tizelve? Minden ott a nyilvános lesz, hozta, hogy mennyi aranytartaléka van, és csak ő nem. Így bizony. És hol? Teszik érteni? Minden ország nyilvános lesz, hogy meg Kínának a legnagyobb aranytartaléka. Figyeljen a szavaimra. Hogy mondjam már. Nem azzal van bajom, hogy maga mit gondol, de nem mondja. Ki is mondja. Hát ez a baj, ki kell mondani, ez a baj. Ki kell mondani, uram? Ez a baj, hogy mi fasiszták vagyunk, csak nyilasok meg. Uram, de ki? Ki szemébe vagyunk. Ők mondják az ők, a média kinek a kezében van. Azért mondják, kinek a kezében. Na?
Második legnagyobb létszámú tisztességnek van a kezéd a hatalom. Tessék! Mondja így akkor! Sárközi köszönjük el egy kicsoda Franciaországban. Na, mi? Németországban kicsoda? Mutasson már nekem egy olyan országot, ahol nem ők a bíró. Csehszlovákiában ki? A belügyminiszter, hogy kezdve minden ők. Csak emberi kimondani. Meg Japánban sem, meg szerintem Kínában sem valószínűleg. Mondjuk Kína, meg... És miért vannak Európában legtöbben, uram? Miért nem mennek Koreába, Vietnámba, Kínába? Mert nem utasítva, nem uram. Mert ott nem tudnak elvegyülni. Soros kiutasztották. Mi ez szemtő? Ez mi? Egyetemtő. Na, persze. Orbán Viktor olyan báb, mint Obama, még a többi. Így van, még rosszabb. Nem. Báb. Most mondom, én nem tetszik érni. Most mondom, az 52 államtitkárból mindenhárom. A miniszter, a 16 miniszterből. Mit gondol Matolcsi, még a többi, micsoda, még a Mátonyi János, a Miska Kancsó, Bajúcs, micsoda? Menjen már ki, nézze meg itt a izék kereteknél, micsoda palotája van. Miből? Kérdezz meg, hogy András beszámoljon nektek. Dióhéjban elmondanám, mert nagyon meleg van, hogy tényleg csak két percben, hogy mi történt. Átadtuk a petíciónkat, amiben az szerepel, hogy mindenképpen követeljük, hogy a bankszövetség, a magyar kormány üljön le tárgyalni újból úgy, hogy ebbe a tárgyalásba a devizahiteles szervezeteket is bevonja. Nem az ő fejük fölött egyeznek meg, mert igazából őket érinti ez a probléma. Fölmerült kérdésként az, hogy ennyi szervezetet hogy lehet bevonni. Én földobtam ötletként, hogy mint annól az ellenzéki kerekasztal, egy devizahiteles kerekasztal létre lehetne hozni, mint csúcsszervez, és akkor ezzel lehetne leülni tárgyalni, akkor nem kell azon filozofálgatni, hogy most melyik szervezettel. Illetve föltettünk még a petícióban egy olyan kérdést, hogy akkor mi az elképzelés arra nézve, hogyha esetleg 3 vagy 400 forint lesz a svájcifra a forint árfolyam, ami milyen válságkezelő intézkedések gondolkodnak, de senki nem tud választani. Senki nem tud választani, hogy a petícióra írásban fogunk választ kapni, erre Müller úr személyesen tett ígéretet. Úgyhogy várjuk meg a választ. Lényegében a miniszterelnök úrnak átadandó petícióban is ugyanez a követelés fog szerepelni, hogy újból ügyenek le tárgyalni. Mi elmondtuk föl, hogy a 180 forintos árfolyamgát szerintünk nem megoldás, és azt is elmondtuk, hogy igazából azokon, akik tényleg bajban vannak, nem segít. Vitatkoztunk azon, hogy most ki járt jobban forint vagy svájci frank alapú hitel fölvett ember. Megjegyeztem zárójelben, hogy nem az örvendő részleteket kell csak nézni, hanem azt is, hogy az adósság az átszabódásnak megfelelően mennyiben nőtt, mert nem tud kiszállni az illető a hitelből. Elmesen jelentélet, Kautra, hogy kérem, mikor a most megkapta, jó figyeljben, és Balcó Zoli is igazatot, nekem ura jött beszélni, és az idefia, adtatok-e ki közleményt a fővárosi, nem az idén, a fővárosi Jobbik adott egy közleményt, hogy hála a jó Istennek, hogy elértük azt, hogy Balcó András Budapest főpolizik. Balcából. Nem. Az olimpiai világbajnok, hogy megkapta az odaillő főpolgármester, Budapest polgár, díszpolgár a címet. Adta ki nem, és ezt olvastam rájuk, kérdezik, basszus, de urám, még... 152 törvénymódosító javaslatot adtunk most a Jobbik. Most nem arról van szó. Egyetlen fogadtak el, hogy Budánszki... Most, amit mondtam, az, hogy közleményt, az, hogy végre olyan kezdve került Budapest díszpolgársága, aki ízigvéri 12 gyermekes magyar ember. Érted? Nem adta ki. Ki volt a fiatal? Kis János! Ez Guzia! Pontosan! Na látod? Ez a hegedű zsuzsa most az Orbán Viktornak, és akkor is ez egy 1 millió 100 forintos fizetés. Figyelj már ide! 1 millió...
Kis zsidó. Hát könyörgöm, olvasni kell mindent, itt van, nézd meg! Itt van a körösor. De bácsi, engem már nem tudsz meggyőzni. Olyan fél év után, hogy te a Fidesznek az ez a mániát, hogy igaz, kérdezd meg már, hogy most is mondta. Mondtam a Mámosnak, a Janival is, meg a Jobbik, aki felhívtam fiemét, hogy nézd meg, mi bívé lettél. Nem lép, nem. Nem igaz. Nem igaz, mert én a Fidesz, nem. Úgy kicsérted a Fidesz majd de mit, mondd meg, ki se helyzetem. Ide figyelj, most jó figyelj. Ha én olyan ember lennék most, kikérem az egész izét, mert megvan, és akkor egy sem mondja, hogy a szememben ne hazudj. De ne, hát érdekel, nem a szemedben hazudj. Elzavartunk a Jobbiktól. Előtte letterített. Nem voltam Jobbik sose. A Morvai Krisztinának a bíróságon, emlékszel? Mit? Gyertek, menjünk, én nem. Itt jön a Krisztina, után meg bazd meg anyákat a Jobbikon. De nem volt. Tézi, tézi. Na, ide figyelj. Én viszont Jobbik vagyok, mert egyedüli nemzeti párt. Miért zárták ki akkor most az egyik képén, most jön a másik? Na, igaz, Péter? Bocsi, el tudnám, hogy kérdezni, hogy a mai tüntetésnek mi volt a lényege, mert elejét lekérdeztem, itt meg nem tudtam meg semmit. De totál röviden is, hogy... Én, hát hogy egy... Ki vagy, mi vagy? Kulei Szántó András vagyok, magánszemély, nincs mögöttem szervezet. Petíciót adtam át egy barátommal a Bankszövetségnek, délelőtt az Alkotmánybíróságnak, és petíció átadását kísérletük meg az OVB-nek, nem, de nem vették át. Ennek egy népszavazási kezdeményezése, utasítása az előzménye. Ma pedig a Bankszövetségnek és mégis délután a miniszterelnök úrnak adtunk át petíciót, és hát a legtöbb követelése a Bankszövetségnek, illetve a miniszterelnök úrnak átadott petíciónak, hogy üljenek le újból tárgyalni, de úgy, hogy az elizaiteles szervezeteket is bevonják ezekbe a tárgyalásokba. Ez a lényeg. Ha fölmerült kérdésként, hogy melyik szervezetet mondtam, hogy létre kéne hozni az ellenzéki kerekasztal mintájára egy devizahiteles kerekasztalt, és akkor ezt már be lehetne vonni a tárgyalásokba, de ez a mostani megállapodás ez nem elégséges szerintünk, ez a 180 forint meg egyéb. Várjuk a választ, amikor megkapjuk, akkor majd okosabbak leszünk. Ez a lényeg röviden. Köszönöm, úgy legyen.